Köszöntöm a Telena magazin nézőit, én Bence Péter vagyok, mai adásunkban pedig a következő témákkal foglalkozunk. Komoly vízhiánnyal küzd a Tolnai Dunaholtág, világhírű zeneszerzővel dolgoznak együtt a fiatal zenészek, majd 120 éve épült a Városháza, a sárkányhajózással ismerkedhettek meg az érdeklődők. Komoly vízhiánnyal küzd a Tolnai Dunaholtág. Ez szinte már általános jelenség idehaza az aszály miatt. Itt viszont még az is nehezíti a dolgot, hogy túl sok az iszap a meder alján. A probléma megoldásához szükséges munkatervei már elkészültek, most a forrásszerzésre koncentrálnak a szakemberek. Tolna és Duna kapcsolata évszázadokkal ezelőtt kezdődött. A város egykoron fontos hajózási központ volt ugyanis. Nem nehéz tehát kitalálni, mit jelentett a helyieknek a folyó, majd később a szabályozás után visszamaradt holtág. Mindent, az életet és a megélhetést. Néhány dolgot említsek, hogy régen mi volt az, ami fontos volt. Nyilván az embereknek munkát adott, élelmet adott, nagyon intenzív volt a halászat. Hajómalmok működtek még a középkorban itt a városban, és hát azt se felejtsük el, hogy tekintettel arra, hogy itt volt az élő víz, azért nyilván a mezőgazdasági öntözés is sokkal könnyebben megoldható volt, tehát nagyon fontos gyümölcs és takarmány termesztőhely is volt, és például a közelben lévő selyemgyár is annak idején éppen azért került ide, mert akkor már ugyan holtág volt ez a víz, de lágy víz, tehát a víz lágysága tette azt lehetővé, hogy ma is egyébként a település egyik legtöbb emberének munkát adó, és egy nagyon jól prosperáló, most ugyan már német tulajdonú cég tovább folytatja, már nem sejemhernyókkal, és már nem sejmet, hanem üvegszárat gyártanak zömmel, de tehát ez egy a mai napig is egy nagyon fontos üzeme a településnek. Nem csak a helyi ipar számára volt létfontosságú a holtág és annak vize, hanem az itt élők mindennapjainak is szerves része volt. Azt lehet tehát mondani, hogy lehetetlen Tolna mikrokulturális múltjáról és jelenéről úgy beszélni, hogy az ember ne beszélne hosszasan a helyiek vízhez való viszonyáról. Amíg itt folyt a Duna, addig itt is tudtak hajózni, de nagyon sok olyan hajós dinasztia, például az én nagypapám és apukám is hajózott, akik később már az élő Dunán nyilván egész Regensburgtól Apatinig hajóztak, hajóskapitányok, kormányosok, huszályosok voltak, tehát nagyon sok embernek ilyen értelemben is a Duna kenyeret adott, és nagyon sok családot eltartott. Most pedig a Duna nyilván már ennyi embernek nem ad munkát, néhányan horgásznak, illetve elég nagy létszámú horgáztatás is van a két holtágon, az egyiken a Tolnai Dunáért Egyesület, a másiken pedig a Tolnai Horgász Egyesület az, ami ezt a jogot az önkormányzattól megkapta. Nem kell ahhoz túl régóta fiatalnak lenni, hogy az ember emlékezzen azokra az időkre, amikor a tolnaiak, mözsiek itt a holtág vízében strandoltak. Mi az elmúlt években nagyon komoly fejlesztéseket hajtottunk végre a parton, létrehoztuk az Altaripa szabadidőparkot, az mellett közvetlenül működik a már évtizedek óta nagyon kiváló eredményekkel bíró Tolnai Kajakkenu Egyesület, aztán csatlakoztak hozzá sárkányhajósok is. Ma már fürdeni nem lehet a holtágba. Én gyerekkoromban még a Tolnai Ártézi kútról hordtam a nagymamámnak a vizet, amikor bablevest főzött, és tudom, hogy nagyon sok tolnai hasonlóképpen tett, és gyerekként én még megtehettem azt, hogy a Tolnai Dunában fürdök. Hiába a tolnaiak téren és időn túlmutató kötődése a vízükhöz, az néhány éve már egyre nagyobb bajban van. Az altalai elszivárgás rendszeresen okoz gondot nyáron, most viszont az aszály miatt is törhetik a fejüket a helyiek. Ebben a forróságban ugyanis hihetetlen, de mégis igaz, naponta 1 centiméternyi víz is elpárolog a mederből. Ráadásul itt még a rengeteg iszap is gondot okoz, amit ki kellene termelni. Voltak erre ötletek, úgynevezett iszapfaló baktériumot telepítettünk ide, valamennyivel csökkent az iszap mennyisége, de igaziból ezt újra kéne minden évbe telepíteni, és itt több százmillió forintról beszélek csak a tolnai területen. Aztán abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy két polgármester kollégám
Fülöp János, a faddi polgármester úr, vagy aki korábban polgármester, a Tóth János, ők vízügyesek mind a ketten, és nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk a Tolna megyei vízügyigazgatósággal, és gyakorlatilag amikor van mód a vízpótlásra, akkor kapunk vizet. De ez nagyon kiszámíthatatlan, ugye nagyon szélsőséges, száraz évek vannak most már hosszú évek óta, gyakorlatilag csapadék minimális esik, úgyhogy a sióból tudják pótolni a vizet. Tudjuk, hogy baj van, érezzük a lakossági nyomást is, de sajnos mi ezt nem tudjuk megoldani, se a polgármester kollégáimmal, se a munkatársaimmal. A megoldandó feladat tehát jócskán túlmutat a város lehetőségein, a probléma csak állami segítséggel orvosolható. Ebben segíthet az az akció tervként is értelmezhető tanulmány, amit a vízügy szakemberei készítettek el. A holtágaknak jelenleg nagyon kis mértékű vízpótlási lehetőségei vannak. A faddi holtágon keresztül érkezik a Paks-faddi főcsatornán egy betáplálás, ami sajnos az utóbbi évek kapcsán mutatja, hogy csak is a faddi holtágnak mutat olyan szintű vízbevezetést, ami a nyári melegeknél a vízszint, erőteljes vízszintcsökkentést mérsékli, de ez a vízhozam sajnos nem elég a tolnai holtágaknak, nem jelent semmiféle vízpótlás szinte, ezért is szükséges a valamilyen távlati elképzelés. A tervek tehát elkészültek, a beruházás sorozat viszont több 10 milliárd forintba kerül majd. A legbiztosabb háttér a Duna folyó lehet a vízpótlások esetére, úgyhogy ebbe lehetne gondolkodni, hogy szivattyú telepek segítségével a holtág rendszereknek vízbetáplálást adni, ugyanis még a legkisebb vízszintnél is, azt mondhatni itt az elmúlt években előfordult legkisebb vízszintnél is 500 köbméter fölött volt a Dunában, ami egy másodpercenbe lefolyt a mederbe. Ebből most azt mondhatni, ebbe a tanulmánytervbe 2 köbméter per szekundum vízkivételezés került megtervezésre. Azt mondjuk, hogy a Duna esetében ez akármikor hozzáférhető. És ennek figyelembevételével mind a faddi holtágba történhetne egy fél köbméteres víz betáplálás szivattyúzásos módon, a tolnai holtágakba 1 köbméter. A szakemberek és a politikusok most azon dolgoznak, hogy előteremtsék a beruházáshoz szükséges pénzt. Világhírű zeneszerző ír művet a tolnai ifjúsági fúvózenekar számára. Ez azután derült ki, hogy a fiatalok hazaértek Valenciából. A spanyolországi útról Tari Gergely karnagyot kérdeztük. Nem Tolna megyében, sőt még csak nem is Magyarországon, hanem a napfényes Valenciában készültek ezek a felvételek. A kamerát pedig ezúttal nem stábunk és kollégánk, hanem a tolnai ifjúsági fúvószenekar tagjai kezelték. A fiatalok ugyanis 5 napot töltöttek Spanyolországban, 2 éve készültek arra a zenekari versenyre, amire meghívás alapján jutottak be. Nagyon nagy élmény volt kint lenni a Valenciai Operaházban játszani, úgyhogy mindenképpen hatalmas élményeket értünk haza. Különösen nagy kihívás volt a tolnai zenészeknek, hogy kizárólag hazai pályán játszó spanyol együttesekkel mérték összetudásukat. Volt egy kis megilletődöttség, azért a zenekar részéről nagyon sokan nem játszottak még egy ilyen teremben. 1500 fős volt ez a koncertterem, úgyhogy azért volt egy kis félelem, de azt gondolom, hogy így nagyon gyorsan össze tudott rázódni a zenekar a színpadon, és szerintem nagyon jól sikerült. Csütörtöki napon játszottunk, a többi kategória pénteken, szombaton és vasárnap folytatódott, úgyhogy nekünk a csütörtöki nap volt az igazán hasznos vagy fontos. A többi napot város néztünk, illetve kimentünk a strandra, kicsit körülnéztünk Valenciában.
A nagy utazás előtt többször is forgattunk a fiatalokkal. A próbák alatt számomra meglepő módon, pedig ők nem is annyira a közelgő fellépés miatt izgultak. Ugye repülővel megyünk, én még sose repültem. Életem első repülése lesz. Az utolsó próbán beszélgettünk kicsit a zenekarról, hogy miket várnak majd ettől az egész utazástól, és többen egyébként a repüléstől tartottak a leginkább, nem is a versenytől. Hát én pont úgy kaptam az ülőhelyet a repülőn, hogy elől ültem, úgyhogy így nézegettem hátrafelé, hogy mik a reakciók, de szerencsére mindenki azért ügyesebb lett ezt az akadályt. A tolnai zenészek 2017-ben egyszer már jártak együtt Prágában. A valenciai tehát a második közös nemzetközi fellépésük volt, de már most a harmadikra készülnek. Én azt gondolom, hogy ez hosszú távon hasznos mindenképpen, tehát hogy a felkészülés alatt rengeteget fejlődött a zenekar, olyan visszajelzéseket kaptunk itthoni és külföldi szaktekintélyektől, ami nagyon-nagyon pozitív volt, és megerősített abban minket, hogy jó úton járunk. A verseny előtt sikerült felvennem a kapcsolatot Oscar Navarroval, aki egy Grammy-díjas zeneszerző és karmester. Játszottuk már darabját is egy másik zenekarral, és hát ő nekem egy ilyen, hogy mondjam, egy ikon, és nagyon pozitívan értékelt az együttes munkáját, elküldtem neki a verseny felvételét, szeretettel gratulált. Ha már az elismerő szavakról beszélünk, akkor nem mehetünk el a tény mellett, hogy az IFZ tagjai hamarosan egy nemzetközi hírű zeneszerzővel kezdhetnek közös munkába. A verseny után megkeresett egy spanyol karmester, zeneszerző, André Álvarez, aki hát szeretne velünk egy közös munkát létrehozni, méghozzá egy magyar ihletésű darabot fog nekünk írni. Nem nehéz kitalálni, hogy a magyar ihletésű műnek bizony várhatóan Tolna megyéhez, azon belül is Tolna városához lesz majd köze. Egészen pontosan a mostani verzió szerint az alkotás egy helyi legendát dolgoz fel. Ez még hozzá sárgalábú történetet, úgyhogy valószínűleg meg fog születni az első tolnai ihletésű fúvózenekari mű. Hallott minket a versenyen, és utána ő megkeresett engem, hogy hát nagyon tetszett neki a zenekar, és rám írt így Facebookon, hogy akkor csináljunk valamit együtt. És hát én meg nagyon szeretem az ilyenfajta felkéréseket, és természetesen nagy örömmel teszünk eleget. Valahol ez ilyen átjutkolt szándék is volt, hogy nem feltétlenül itt a verseny eredménye lényeg, hanem az, hogy ilyen impulzusok, ilyen kapcsolatok épüljenek, és hosszú távon azt gondolom, hogy ez mindenképpen arra jó, hogy fejlődjön az együttes. Az biztos, hogy 2023-ban majd fog Magyarországra jönni, szeretettel várjuk ide. Bár még csak néhány napja értek haza Spanyolországból, már most a következő nemzetközi fellépésre készülnek a fiatalok, addig pedig itthoni próbákkal és fellépésekkel hangolódnak. Most lesz egy pár fellépésünk itt a környéken, ugye augusztus 13-án lesz a Tolnai Bárka Fesztivál, augusztus 20-án megyünk Rácalmásra, és hát a következő nagy projekt az nemrég fogalmazódott meg, miszerint Olaszországba szeretnénk kimenni március végén, a Garda-tó mellett Rivadagárdában rendeznek egy fúvózenekari versenyt, úgyhogy hát most ez a következő álmunk. Spanyolország után tehát a tervek szerint jövőre irány Itália, mi pedig addig is eredményes felkészülést kívánunk a fúvózenekar tagjainak. Most rövid reklám következik, majd a Tolnai Városháza történetéről hallhatnak. Maradjanak velünk, rövidesen folytatjuk a Telenom magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást.
Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz, professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szendrési utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A DKC Ungaria Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres. Lézervágó, lyukasztó, gépkezelő, kiemelt bérezéssel, három műszakos munkarendben. Ha elmúltál 18, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, vállalnál egy-két műszakot, és fontos számodra a pontos munkavégzés. Akkor önéletrajzoddal az ildikó.balonékukac.dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7030 Tolna, belterület 970-110 alatt. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, DeFerenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint a Tolnai Városháza eklektikus stílusával, Tolna egyik büszkesége. Az épületet jártuk körbe Link Judittal. A tolnai hősök terén álló városháza az 1900-as évek elejétől látja el a település közigazgatásával kapcsolatos feladatokat. A létesítményt anno egy városvezetési döntés hatására kezdték el megtervezni, majd megépíteni, ugyanis a régi városközpontban álló akkori tanácsháza már nem tudta kiszolgálni a megnövekedett feladatok ellátását, így szükség volt egy nagyobb épületre. Így jutott az akkori városvezetés arra az elhatározásra, hogy egy új helyszínen új épületet fognak létrehozni. Több terület is szóba került, például a Szentháromság tér, ahol két házat néztek meg, hogy lebontanák és a helyett építenének egy városházát, valamint az eredeti városháza környékén egy másik épületet, az úgynevezett partilházat. Viszont, és ez volt a harmadik, ennek a helyén egy fogadó volt. Viszont nem ez volt a központ. Ennek a térnek egykor kereskedelmi jelentősége volt, ez volt a búzatér. A búza nagykereskedők árulták itt a terményeiket, valamint ugye a mai kormányablak, ez egy Festetics kastély volt, Festetics Ernő birtoka, és itt volt az oroszlán fogadó, amiben a búza terménykereskedők megszálltak, amíg el nem tudták adni a terményeiket, hiszen nem csak Tolnáról, hanem az Alföldről is jöttek ide árulni. Aztán győzött a tolnai sváb takarékosság, ugyanis ez az uradalom tulajdonában lévő oroszlán fogadó, ez volt a legolcsóbb, 12 000 korona, és hát akkor döntött az akkori képviselőtestület, hogy ez legyen a helyszín. Azzal, hogy új helyet találtak a városházának, kicsit megváltoztatta Tolna szerkezetét, ami egyáltalán nem vált a kárára, tette hozzá Link Judit. Kezdetekben egyszintesre tervezték az épületet, de az akkori plébános, Fekete Ágoston, aki Fekete István írónak a nagybátyja volt, ő ajánlotta azt, hogy többszintesre legyen. Akkoriban ugye még beleszólhattak a plébánosok a város életébe, hogy kétszintes legyen az épület. Ez is takarékossági okra hivatkozott. Úgy gondolta, hogy a földszinten lennének boltok, és az emeleten rész lenne maga a városháza, és így nagyon hatékonyan tudnák csökkenteni a kiadásokat. Hát ezt először el is fogadta az akkori képviselőtestület, a következő alkalommal viszont már nagyon-nagyon ellenezte, bolt ne legyen.
egy városházához nem méltó, hogy bolt legyen benne. Viszont az ötlet, hogy mégiscsak kétszintes legyen, ez úgy megmaradt a fejükben, és végül is a harmadik képviselőtestületi ülésen ezt fogadták el, hogy kétszintes legyen az épület, ezen a téren legyen az épület, és meghirdették a tervpályázatot, valamint költségvetést hozzá. Ezt, ha jól emlékszem, 28 pályázatot adtak be az ország minden pontjáról. Tolnai Nám József építőmester nyerte meg a tervpályázatot. Az épületet úgy tervezték, hogy méltó legyen a városhoz, bár 1871-ben Tolnát visszaminősítették községé, a lakosok mégsem mondtak le arról, hogy egyszer újra város legyen a településükből. A városhoz méltó épületet tervezett Nám József, ezt látjuk itt most mögöttünk. Kétszintesre, nagyon masszív falakkal, hatalmas tágas helyiségeket tervezett, hogy ha majd újra város lesz, akkor méltó legyen egy városházához ez az épület. Aztán megkezdték a bizottság felállítását, és felsorolnám a neveket, mert nagyon neves tolnai építészek és építőanyagkereskedők voltak ennek az építési bizottságnak a tagjai. Tehát a Nám József mellett Wittinger János építőmester, Stern Árpád, Budai János, Pirgi Ferenc, Felber Alajos, Kapéter József, Petrics József és Nám József lettek. És meghirdették a kivitelezésre a pályázatot, ezt egy pesti cég nyerte el, és ők építették fel ezt a városházát 14 hónap alatt. A régi épület bontásával együtt kicsivel több mint egy év alatt készült el az új épület, ami eklektikus stílusával a mai napig Tolna egyik meghatározó létesítménye. Nyílt napot tartott a Lapátolna Sárkányhajó Klub, amin természetesen stábunk is jelen volt, mutatjuk a részleteket. Új klubtagokat toboroz a Lapátolna Sárkányhajó Klub. Az egyesület nem csak a versenysport szerelmeseit, hanem a kikapcsolódni vágyókat is sok szeretettel várja. Azért hirdettük meg ugye ezt a Sárkányhajó napot, hogy egy kicsit megismertessük magát az egyesületet is, és magát a sportágat is. Tekintve, hogy milyen szép környezetben vagyunk, és általában egy nagyon jó közösség szokott erre összejönni, aki szabadidős szinten szeretnék ezt űzni, de rengetegen vannak, akik például komolyabban is gondolják, és világversenyekre is ki szeretnének jutni, és sikerül is nekik. És mi mindenkinek próbálunk lehetőséget adni Tolnán és a város környékén. 2006 óta működik az egyesület. Jelenleg egy kicsit megcsapant a járvány miatt ugye a létszámunk, ezért is tartjuk a népszerűsítő eseményeinket. 15-20 fővel rendelkezünk nagyságrendileg. Próbálunk minél több versenyen, minél több városi rendezvényen is itt lenni, tekintve most nem soká lesz ugye a Bárka Fesztivál, azon is részt szeretnénk majd venni. Sőt, részt is fogunk venni egy evesztetéssel szintén, illetve egy esti fáklyás felvonuláson is. A sárkányhajó versenyek közül többféle is létezik, de mindegyik hasonlít abban, hogy a leggyorsabban nevező csapat győz a végén. Ennek megfelelően választják meg az edzéseket is. 6 hajó, amiben 20-20 ember van mindegyik hajóban. Elől a dobos, ő figyel az első evezősökre, hátul pedig a kormányos, ő irányítja magát a csapatot és az, hogy merre menjen a hajó. Többfajta versenyzési lehetőség is van. A hosszú távú versenynél például egymást üldözőzik a sárkányhajók, 6 sárkányhajó egymást üldözi, és az a célja, hogy minél kevesebb idő legyen a két hajó között. A rövid távonál pedig egyértelműen, aki először beér, az lesz az első is sorrendben. Az újaknak meg kell mutatni a helyes technikát, a helyes ülésmódszert, mert az sem mindegy, hogy melyik lábunkat hova rakjuk, és ezeket ugye szépen lassan kell beszoktatni őket,
magába a sárkányhajóba, és az, hogy egyáltalán vízen vannak, hogy billeg, hogy kicsit bizonytalan maga a hajó is, de ezen kívül rengetegszer kifejezetten távokat megyünk, keményen vagy lazán, sokszor egyébként túrázunk is, az kifejezetten az a baráti, családi rendezvény, de magára a versenyekre viszont próbálunk minél nagyobb bedobással készülni. A hajót alkotó csapatban az evezősökön kívül egy dobos és egy kormányos is tartózkodik. Igazából egyedül a kormányos az, ami a legfontosabb, mert ő a csapatkapitány, ő felel a hajóért, ő irányítja, ő tudja, hogy merre kell menni, és benne kell, hogy megbízzanak nyilván az evezősök. Ráhallgat mindenki egy versenyen. Volt olyan verseny, ahol egy kormányos azt mondja, hogy meg kell állni, akkor ott meg kell állni. Tehát ez muszáj ráhallgatni. A dobos pedig sok hiedelemmel ellentétben nem az ütemet adja, hanem ő figyel az első kettő evezősre, akik az ütemet adják, mert ők tudják, hogy hogyan megy jól a hajó, ők tudják, hogy hol állunk jelenleg. Ezen kívül mindenki egyedül egyébként magában a hajóban. Úgy örülnénk, hogyha minél többen jönnének sárkányozni, akár csak kipróbálni, mert szerintünk egy nagyon jó élmény, nagyon jó csapat összetartó családi rendezvény, vagy akár munkahelyeket is szívesen viszünk el és elvesztetünk. Van olyan, aki a kikapcsolódás miatt csatlakozott az egyesülethez, van, aki családtagjai révén szerette meg ezt a sportot. Én szerintem a sárkányhajózás nagyon jó élmény. Nagyon jó, hogy a csapat összetartása, meg ahogy billeg a hajó. Azért jöttem a sárkányhajózáshoz, mert így itt van anyukám is, és anyukámmal nagyon jó együtt evezni. Aki kedvet kapott az evezéshez, vagy csak jó társaságban szeretne eltölteni egy kis időt, az nyugodtan csatlakozzon a Lapátolna Sárkányhajóklubhoz. Már ennyi fért el a magazinunkba, köszönöm, hogy minket néztek, tegyenek így legközelebb is, viszontlátásra!